A szemtanúk elmondása szerint csak erős alkoholszagot hagyott maga után. Honnan van ennyi pénzed? A viszkis. Mert róla van szó, már-már szórakoztató módon cicázott a rendőrökkel. Ambrus úr, a könnyes történet az ide nem elég. Hol, mikor, hogyan, kivel? Szeretném, ha mindent elmondaná. Mit akarsz? $1 millió és a telefonszámodat. Az egyik még bejöhet. Lottoz. A lányunk okos, gyönyörű és kedves. Mit tud ajánlani neki? Papírok, pénz és jövő nélkül. Gyönyörű! Viszont ez nem játék, bazd meg. Ez az életünk. Nem hittem, amit magáról mondtak. Hogy maga tulajdonképpen egy ős, egy celeb, egy kibaszott 20. századi Rózsa Sándor. Nagyobb bankokra akarok ráhajtani. Ugye tudod, hogy ez mennyire veszélyes? Toljuk meg. Okay, action movie fans, I've got a list of 10 of the most violent action movies ever made. Coming in at number 10, Dredd from 2012, directed by Pete Travis and starring Carl Urban. Number 9, Mel Gibson's Braveheart from 1995. Number 8, 2003's Old Boy, directed by Chan Woo-Park. Number 7, Natural Born Killers from 1994, directed by Oliver Stone and starring Woody Harrelson, Juliette Lewis and Tom Sizemore. Number 6, Sylvester Stallone's John Rambo from 2008. Number 5, Robocop from 1987, starring Peter Weller. Number 4, Battle Royale from 2000, directed by Kinji Fukasaku. Number 3, Martin Scorsese's Casino from 1995, starring Robert De Niro, Sharon Stone and Joe Pesci. Number 2, Quentin Tarantino's Kill Bill. And number 1, Mel Gibson makes it onto the list again with his 2004 film The Passion of Christ. So, what do you think? Do you agree with this list? Let me know below. To receive all the latest movie trailers the moment they are online, subscribe to our channel and don't forget to also check the notification bell. Bye bye!